A plüss állatok már beköltöztek a leveleki óvoda új épületébe. A kis asztalok és a székek is a helyükre kerültek. Minden kész arra, hogy szeptember 1-én birtokba vegyék az óvodát a gyerekek. 2016-ban döntött úgy a leveleki önkormányzat, hogy uniós, hazai és saját forrásból új otthont teremt az eddig egy műemléki épületben a Molnár kastélyban működő óvodának. Az 1200 négyzetméteres épületben 5 csoportszobát alakítottak ki, a hozzá tartozó fürdőszobával, kiszolgáló helyiségekkel. Teljesen akadálymentesítették az óvodát, így a mozgásukban korlátozottak is meg tudják közelíteni. Az udvaron pedig játszóteret alakítottak ki. 2 hete azon dolgoznak az óvodai nevelők, hogy otthonossá tegyék az új épületet a kicsiknek. Hetek óta már az új óvoda épületét próbáljuk hangulatossá, vidámmá varázsolni, hogy továbbra is jó legyen leveleken óvodás gyermeknek lenni. Az összefogás, a tenni akarás és sok-sok dolgos kéz munkálkodott azon, hogy a mai napon együtt lehetünk az óvoda átadó ünnepségünkön. Igyekeztünk olyan környezetet kialakítani a gyermekek számára, ahol jól érzik magukat. Szimbolikus jelentőségű, hogy augusztus 20-án a nemzeti ünnepen adták át az új épületet. A településről a legkorábbi feljegyzés 1067-ben keletkezett. A csaknem 1000 éves leveleken kulcsfontosságú volt, hogy sikerült megépíteni az új óvodát, amely nem csak a gyermekeknek és az ott dolgozóknak lesz hasznos, de nyugalmat ad és biztonságot a szülőknek is, fogalmazott Túróczyné Székely Anita polgármester. Becsüljük az embert, amikor óvodát építünk a jövő nemzedékének. Becsüljük az embert, amikor az óvoda felépítésével segítséget nyújtunk a dolgozó szülőknek, akik szerető és korszerű környezetben tudhatják gyermekeiket intézményünkben. Becsüljük az embert akkor is, amikor biztos, kiszámítható és méltó munkakörülményeket biztosítunk az óvodában dolgozóknak, azoknak, akikre gyermekeinket bízzuk nap mint nap. Ez az épület, amely előtt állunk, nem csak egy óvoda, amely a világ bármely pontján fel lehetett volna építeni. Nem, ez az óvoda a miénk. A leveleki embereké, a levelekiek szándékából közös erőfeszítéssel, összefogással épült. Nem csak egy óvoda, hanem egy üzenet. Itt levelek jövője épült meg. A Szent István napi ünnepségen Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, a magyarságtudat és a nemzeti identitás fontosságáról beszélt. Az első 1000 esztendeje leveleknek már nagyjából ki van kövezve, valahogy kibírjuk ezt a 40 akárhány évet, 45 évet, ha jól számolok. De még van feladatunk, hogy az azt követő 1000 esztendőben is magyarul beszélhessünk, magyar hazában, magyar identitásban, mert az egész nemzetünket meg az a fajta szeretet tartja össze, amit nemzeti identitásnak, magyarságtudatnak beszélzünk, és jó magyarnak lenni, főleg ilyenkor, amikor az államnak is a születésnapja van. Nem eszem én belőle, elmegy az eszem tőle, kis angyalom. 2016-ban pályázott levelek önkormányzata az új óvoda megépítésére, amelynek eredményeként 300 millió forintos uniós támogatáshoz jutott. Ezt egészítette ki 89 millió forint hazai és csaknem 20 millió forint önkormányzati forrás. 2019 őszén kezdődött a kivitelezés, a befejezéshez szükséges támogatást a magyar kormány további 55,7 millió forinttal támogatta.